A osztályunkban 24-en végeznek az idén, ők a közgazdászaink, a kereskedőink pedig 19-en vannak. Nyilván egy nagy esemény az iskola életében. Milyen útravalót üzennél még? Hát körülbelül 3 hónapjuk van itt a diákoknak az intézményben. Én a beszédemben is elmondtam, hogy az utat, amelyet kijelöltek számukra vagy maguk számára, azt türelemmel, becsülettel, szorgalommal járják végig, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák mindent megtesznek azért, hogy sikeres érettségit tegyenek, de szükség van az ő akaratokra is. Nyilván azért sokat köszönhetnek a szüleiknek is a diákok. Igen, erre is kitértem a beszédemben. Kértem, hogy gondolatban majd szóban köszönjék meg nekik azt, hogy ma itt állhattak, mert bizony ez fáradtságos türelem egy szülőtől is. Tehát ők most el fognak majd ballagni májusba, júniusba. Azt már tudjuk, hogy ki fog biztosan jelentkezni az iskolába. Mennyien jöhetnek majd össze? Biztos vagyok benne, hogy lesz utánpótlás. Jövőre is 2 osztályt fogunk indítani, bár megváltozott feltételekkel, hiszen több szakmát hirdetünk, és jövőre egy sporttagozatot készülünk beindítani. És lementek a műsorok, a szalagot is átadták. A mai nap még hogyan fog telni? Remélem, hogy mindenki kellemesen fog szórakozni a vacsora után. Lesz még program, tombola, bálkirály, bálkirálynő választás, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy szép estének nézzünk elébe.
az osztály közgazdasági. 24 fővel indultunk, 24 fő van most, 30 fővel indultunk, és hát minden olyan tárgyat tanultak a diákok, ami középiskolában tanítanak, ugye szakmai tárgyakkal kiegészítve. Hát vegyes eredménnyel, vannak kiemelkedően jók, és vannak akiknek nyilván akadt nehézségük az elmúlt 3,5 év folyamán azzal, hogy elérjék azt a teljesítményt, ami szükséges az érettségi vizsgához. Hát reméljük, hogy a hátlevő fél év is arról fog szólni, hogy sikerül mindenkinek megfelelő eredményt elérnie, bízom benne. Milyen útravalót mondanál nekik? Ez egy jó kérdés, gondolkodtam rajta, hogy ha egy rövid frappáns mondattal kellene őket útra bocsátani, akkor talán az lenne, hogy ne féljenek az álmaikat megélni, és használják azokat a kapcsolatokat, azt a tudást, és azt a sok értéket, amit ebben az iskolában kaptak tőlünk. Remélem, hogy van ilyen, volt ilyen, és sikeres emberek lesznek. Gondolom, voltak osztálykirándulások, iskolanapok, van-e ilyen legkedvesebb élmény? Kedvesem, hogy igen sok van. Persze voltak kevésbé kellemesek is, de kevesebb ilyen élményünk volt. Budapesten voltunk egy szakmai kirándulás keretein belül, illetőleg hát a diáknapok és az iskolai délutáni programok voltak azok, amelyek a közösséget kovácsolták, több-kevesebb sikerrel nyilván. Azt gondolom, hogy többségében azért sikerült, jó rendezvények voltak, jól érezték magad gyerekek, és még lesz is ilyen, úgy gondolom. Arról tudsz-e már, hogy ki marad, ki megy tovább egyetemre, főiskolára, ki marad 5-6 éven? Beszélgettünk már erről, hiszen most volt az elmúlt héten szülői értekezlet, ahol is fölmerült ez a kérdés. Vegyes a kép. A jobb tanulók közül is van, aki fontolgatja, hogy marad, hiszen egy szakmával csak biztosabban tudja megállni a helyét a munkavilágában. Többen még nem tudják igazából, hogy mit szeretnének. Van még egy pici idő ezen gondolkodni. Én bízom benne, hogy mindenki jól fog választani. És ez a kereskedelmi tagozatos osztály. Tehát lassan el is fognak ballagni, mikörülbelül 2-3 hónap van. Milyen útravalót mondanál nekik? Én elsősorban azt szeretném nekik mondani, hogy ne felejtsék el, hogy amikor kilépnek az iskola kapuján, akkor még nem múlik el a tanulási időszaka. Legyenek mindig nyitottak az újra, legyenek tettekészek, ne féljenek a kihívásoktól, és legyenek mindig céljaik, mert akkor lesz boldog életük, ha ezeket a célokat elérik.
az osztályról mit lehet elmondani? Jól tanultak, vagy kevésbé? Milyen volt az osztályközösség? Az osztályközösség kialakulása kicsit nehezen ment, mert elég sokat változott az osztály összetétele a 4 év alatt, de úgy gondolom, hogy ez a 19 fő, aki most megmaradt a 12. osztályra, nagyon jó kis közösségé kovácsolódott, nagyon sok programokon vettünk részt, amelyek ezt lehetővé tették, és jó kis közösség alakult ki. A tanuláshoz való viszonyuk változó, van, aki elég nagy energiát fektet bele, ők szeretnének tovább tanulni főiskolán, mások közepes vagy takaréklángon tanulnak, majd meglátjuk, hogy az érettségén hogyan sikerül eredményt elérniük. Említetted, hogy voltak különböző programok, rendezvények, valami kedvenc élmény, ami hozzájuk fűz? Én elsősorban az ifjúsági napokat emelném ki, nem csak azért, mert ez nem a tanulásról szól, hanem mert a gyerekek saját maguk döntötték el, hogy milyen programokat alkotnak, és ők szervezték meg, nagy előkészületet igényelt a részükről, és ez is összekovácsolta a társaságot. Egy kis versengésre is lehetőség nyílott a többi osztállyal, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek nagyon élvezetes napok voltak mind a 4 évben. I just stare at my window, dreaming.
most már jobban érzem magam, a táncunk jól sikerült, nagyon sokat készültünk, nagyon sokat próbáltunk, délelőtt még nem volt ilyen jó, mint most, de most már megkönnyebbültek lettünk, mikor vége lett a táncnak, nagyon jól érezzük magunkat. Mikor kezdtetek próbálni, és milyen hangulatok voltak ezek a gyakorlások? Hát a szeptember-október eleje végén kezdtünk el próbálni, hát nagy ütemmel, elején jól haladtunk, 15 párral kezdtünk, 14 párral fejeztük be, nagyon jó kis koreográfiát akott nekünk össze Varga Józsi, nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki, nagyon jól megtanította a táncot, koreográfiát, tényleg nagyon sokat köszönhetünk neki, büszke lehet ránk, mi is büszkék vagyunk rá, ilyen jól összehozta a táncunkat. Még a lányok, smink, rúzs, minden a helyén van, te hogy készültél a mai napra? Így van, hát hatalmas készülődéssel indult az egész, ugye délelőttünk, ugye jöttünk táncpróbára, utána pedig lányok, sminkes, fodrát, ennek ez az illemje, így kiöltözünk. Mennyasszony ruhába táncoltatok, milyen érzés volt ez? Életemben most van először rajta a mennyasszony ruha, de olyan jó érzés, hogy le se akarom venni, imádom ezt a ruhámat, imádom, tényleg. Nagyon jó volt benne táncolni, nehéz volt először megfogni, nehéz, de tényleg nagyon jó. Jövőről beszélünk egy kicsit néhány szót, maradsz vagy tovább tanulsz esetleg? Elsősorban maradok még 5 éven, pénzügyi számítanám, a továbbiakban pedig Békés Csabára szeretnék majd menni, pénzügyi szakon pedig tovább tanulni. Érettségre mennyire készülsz már? Hát már a tételekkel már nagyjából jó vagyok, szóbeliekkel, írásbeli pedig gyakorlom, nézegetem a feladatsorokat, szóval nagyon készülök rá. Jól érzem magam, hát azért jó, persze ma délután már izgultam, de előtte nem nagyon. Milyen érzés volt, mikor megkaptad a szalagot? Hát ezt nem nagyon lehet máshoz hasonlítani, jó érzés volt nagyon. Táncoltál? Igen. Csak a próbák, hogy teltek? Jó, teltek a próbák, voltak viták, voltak gondok, mert például egyik pár az hete mondta vissza, de meg sikerült megoldani. A jövőben mit tervezel, még maradsz 5 éven, vagy tovább tanulsz? Nem szeretnék 5 éven maradni, tovább akarok tanulni Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Miért pont emellett döntöttél? Voltam régebben katasztrófavédelmi versenyen, és nagyon megtetszett ez a szakma, és így akarok tovább menni. Az osztályról beszélj néhány szót. Hát milyen volt az osztályközösség? Hát én belecsöppentem ebbe az osztályközösségbe, mert én harmadikba érkeztem, tehát én csak 2 évig voltam. Hát én úgy érzem, hogy vannak ilyen szakadások az osztályban, de így az osztályon belül csoportok azok jól megvannak. Szerintem jól sikerült beilleszkedned ilyen rövid idő alatt. Igen, igen. It snows blindly behind you.
Hát egy hónappal ezelőtt már bementünk Szegedre, és kiválasztottuk a ruhát. Tegnap hoztuk el. A fodrászt már egy héten hamarabb leszerveztem, a sminkest is. Hát nagy előkészületek voltak. Előadtatok egy nagyon szép táncot is. Hogyan teltek a próbák? Mikor kezdtetek el próbálni? Hát arra is 3 hónappal ezelőtt elkezdtünk próbálni. Nagyon jó hangulatba teltek. Hát most szoktunk össze a végére. Közben annyira nem ment, de a végére sikerült összeszokni. Milyen érzés volt mennyasszony ruhába táncolni? Nagyon jó. De nem biztos, hogy szeretném többet. Milyen volt az osztályközösség? Beszélj egy kicsit arról, mennyire voltatok összeszokva? Hát az első 2-3 év az nem volt olyan jó. Most a 4. évre összeszoktunk. Mi történt az első 3 évben? Hát ott kisebb összetűzések, nem értettük egymást, de a végére sikerült. Itt a szallagolta összehozott minket. Kicsit a jövőről is beszélj, maradsz, vagy tovább tanulsz esetleg? Hát szeretnék maradni a Keriben. Kereskedelmi szakon, volt jeladón, volt vezetőm, valamelyik. Miért jutottál erre a döntésre? Hát marketing szakmát szerettem volna, de az megszűnt, így maradt ez. Hogy fog tovább telni a mai este? Hát remélem, hogy nagyon jó hangulatban. A 12. B-osztály és osztályfőnökük Tilit második tanárnő. A köszönet virágait adják át a 12. B-osztály és osztályfőnöknek, Tilit második tanárnőnek. Persze, nagyon készültem. 2 táncot is kellett sajnos, nem sajnos, hanem táncolnom. Nagyon jó volt egyébként, de igazából csak az első táncnál izgultam a legjobban. A második már sokkal könnyebben ment, de így, hogy utólag, hogy már végtáncoltam mind a kettőt, így nagyon jól érzem magam. Mennyire fér bele az idődbe, hogy 2 próbára is jársz egyszerre? Hát az heti 2-3 alkalom volt. Hát az a baj, hogy sok mindent ki kellett hagyjak helyette, de így utólag megérte, nagyon szépek volt. Milyen érzés volt átvenni ezt a szalagot? Persze, nagyon jó érzés, de szerintem minden végzős társamnak. Nagyon jó érzés. A jövőben maradsz, vagy tovább tanulsz esetleg, mit szeretnél csinálni? Hát igazából én nem szeretnék maradni, de ez egy nagyon jó iskola, tehát többféle szakmát lehet itt rakni. Én tűzoltónak állok, ahogy leérettségiztem. Mikor lesz az alkalmassági vizsga, vagy ezt hogy fog zajlani? Hát ahogy meg lesz az érettségi, mert megyek egy 10 hónapos tanfolyamra, és akkor lesz egy próbaidőm, 1 éves, és akkor aztán, hogyha minden jól megy, akkor bevesznek végleg tűzoltónak. Hogyan jutottál erre a döntésre végül? Hát igazából körülbelül 2 éve voltunk egy ilyen tűzoltósági előadáson, és akkor én ezt úgy éreztem, hogy ez nekem menne, tetszene, és tudnám csinálni. A kedvenc élményeid közé sorolhatjuk ezt? Ja, hát igen, ez egy nagy, nagyon jó érzés. Ezen kívül milyen volt még az osztályközösség? Voltak a közös programok, amik itt így ki tudnál emelni, ami nagyon tetszett? Hát igazából az volt ebben az osztályban, hogy nem nagy volt az osztályközösség, de ez a csapat, ez nagyon össze lett szedve, így egyesével nagyon jó ember mindenki, és így a végére összekovácsolódtunk, és ez így voltak sok közös élményeink, és jó volt minden. Hogyan fog az este tovább telni? Hát most megvacsorázik szerintem mindenki, aztán bulizunk egy jót, gondolom, iszik mindenki kólát, üdítőt, persze. De jól fog menni, mindenki jól fog érezni magát. És persze mindenki marad.